Minden évben tél víz idején el szoktunk jönni a karitatív testület, ugye tagszervezete a Reformix Nonprofit Kft. Ugye nagyon szoros a kapcsolat a város és a Reformix között, hiszen évek óta ők végzik a hajléktalan ellátást és az ezzel kapcsolatos teljes feladatot. Ugye a város átadta a Reformixnak ezt a feladatot, és ezt pénzügyi támogatással honorálja. Ugye ilyenkor már tél víz idején mindig figyelnünk kell ugye a hajléktalan társainkra, hiszen ők azok, akik ugye fedél nélkül mászkálnak az utcán, és ilyenkor biztatni kell őket, hogy jöjjenek be ide a hajléktalan szállóra, hiszen itt biztonságos melegételt, fürdési lehetőséget kapnak, és szakszerű személyzet segít nekik abban, hogy átvészeljék ezt az időszakot. Ugye most, ahogy szoktuk már évekkel ezelőtt is, hiszen ez nagyon-nagyon fontos ugye a hajléktalan ellátásban is, hoztunk neki könyveket, hiszen itt nagyon szeretik a hajléktalanok ugye időtöltés szempontjából vagy tévéznek, vagy pedig könyvet olvasnak, ezért rengeteg könyvet hoztunk. Ugye volt egy idős bácsi, akivel legutóbbikor itt voltam, találkoztam, akkor mondta, hogy ő nagyon szereti a történelmi témájú könyvek, ezért külön neki vettem egy könyvet, amit én már olvastam, és azt gondolom, hogy egy nagyon színvonalas történelmi témájú könyv, és ezt nagy szívvel hoztam neki. Ezen kívül hoztunk süteményt, szaloncukrot az ellátottaknak, hiszen azért advent idején azt gondolom ez a legfontosabb, hogy ők is a lelki ráhangolódást az ünnepekre elkezdjék. Ugye a fertőtlenítők, maszkok mellett hoztunk még süteményeket, édességet, amit el tudnak ugye a napi melegétel mellett, amit itt biztosít a Reformix Kft. És Magyarország kormánya nekik, amellett ezt jól tudják most hasznosítani, és meg tudják enni, és én azt gondolom a legfontosabb az, hogy figyeljünk egymásra, és most ebben az időszakban még jobban kell foglalkozunk egymásra, és gondoskodnunk egymásról, és minden kis apró gesztus nagyon fontos ezeknek az embereknek, és nagyon fontos azoknak az embereknek, akik itt dolgoznak gondozóként, és napi szinten ugye küzdködnek azzal, hogy segítsenek olyan embereknek, akiknek lehet, hogy tragédia történt az életükben, vagy lehet, hogy saját problémáikat nem tudják megoldani, ezért segítségre szorulnak, és azt gondolom, hogy minden elismerést megérdemel az a csapat, ami itt dolgozik, és a Reformixnak át kell adjuk mindig ilyenkor az elismerésünket, és azért rendszeresen kiszoktam hozzájuk jönni, és átbeszéljük a problémákat, hogyha szükség van segítségre, akkor segít a város. Ilyen volt a mögöttem álló izolációs konténer is, amit vásároltunk számukra az első hullámban, hiszen ha karanténba kerülnek ugye itt az ellátottak, akkor nagyon fontos, hogy akik az utcáról jönnek be, azoknak tudjuk biztosítani az izolációját, hiszen bármikor kialakulhat egy hajléktalan szállón esetleg gócpont, és ezek az izolációs konténerek segítik azt, hogy az utcáról bejövő embereket itt napokig megfigyelik, és utána már biztosan tudják beengedni a közösségbe, úgyhogy nem visznek befertőzést. Köszönjük szépen az adományokat, a kesztyűt, a szájmaszkot és a fertőtlenítőt. Ezeket most ipari mennyiségben használjuk. Ez a krízis időszak sokkal nehezebb, mint az elmúlt évek krízis időszaka, mert az utcának egyszerre kell zsilipelnie az ügyfeleket és utána intézménybe szállítani, illetve helyszíni ellátást biztosítani, megfelelő védőöltözet mellett. A maszkokat nem csak mi dolgozók használjuk, hanem az ügyfeleknek is juttatunk néhányat. Egy általános fürdőn, fertőtlenítő fürdőn vesz részt mindenki, aztán pedig az intézmény orvosa megvizsgálja. Itt egy 24 órás egészségügyi centrum működik, tehát éjjel-nappal bármikor rendelkezésre áll megfelelő személyzet, és az alap listán túl, amit minden házi orvos megkapott, és COVID fertőzöttségre adhat gyanút, ennek a kikérdezése után egy 5-6 napos elkülönítésre kerül sor az elkülönítő konténerbe, és ez után, ha tünetmentes, akkor kerül be intézménybe. Hál' Istennek hajléktalanok között minimális mértékű a COVID fertőzöttség, ők intézményben nem is jönnek, vagy nem is jöhetnek be. Nyilván a többiek védelme, illetve a dolgozók védelme érdekében. COVID fertőzött ügyfeleknek az ellátását nyilván a megfelelő egészségügyi intézményben látják el, itt erre mód és lehetőség nincs.